motorosan működő fiókilökővel ellátott hettik fiók. Impozáns látvány fogadja az érdeklődőket az új kanizsai bútoripari cég bemutató termében. A vállalkozás vezetőségének fő célja, hogy a minőségi munkának köszönhetően a cég úttörővé váljon a magyar piacon. Azt érzékeltük a piacon, hogy nagyon hosszan várakozási idő és rossz minőségben készülnek el a lapszabászatok. Ezen próbálnánk egy új megközelítéssel változtatni. Egy olyan bemutató termet csináltunk, ahol egy modernebb stílusban újabb lapanyagokat bemutatva mind az asztalosoknak, mind a lakosságnak. A Creative Carpenters Kft. Alig egy héten belül már a második kanizsai cég, amely a kedvező gazdasági folyamatoknak köszönhetően új munkahelyeket teremt a városban. Itt is meg kell ismételni azt, hogy az elmúlt 8-9 évben jóval több mint 1000 új munkahely létesült Nagykanizsán. Ez elsősorban a nagykanizsai kis és közepes vállalkozásoknak köszönhető. Azok a cégek, amelyek itt működtek és működnek jelenleg is Kanizsán, komoly létszám növekedést értek el a foglalkoztatás területén. Külföldi cégek 10-20-30%-kal növelték a foglalkoztatottaik számát. 30 dolgozó állt munkába hétfőn a lapszabászati cégnél, amely önerőből jött létre. A polgármester szerint ez jól jelzi a kanizsai kis és közepes vállalkozók bátorságát és szakértelmét. Faiparban Nagykanizsa, azt kell mondjam, hogy jó, hiszen vannak nagy cégek, és hát vannak a kisebbek, akik bátrak, mert fejlesztenek, pályáznak, hitelt vesznek fel, saját erőt tesznek bele, és nyilvánvalóan ez megéri. Én azt kívánom ennek a cégnek, hogy legyen sok megrendelő. Tudomásom szerint van bőven. A kanizsai vállalkozás egyebek mellett egy a magyar piacon egyedülállónak számító marosvásárhelyi bútorlapot is forgalmaz.